A férfi és a női szerepek változása az nem valami laboratóriumi körülmények között zajló folyamat, hanem az életben valóságos események, valóságos történések, valóságos élethelyzetek közepette zajlik, például a családokban. És különösképpen érdekes, hogy mi zajlik a mozaik családokban, ami ma manapság Magyarországon tabu kérdésnek számít, bár egyre több ember, egyre több felnőtt és egyre több gyermek él mozaik családban, nem igazán beszélünk róla, nem igazán hangzik el ezzel kapcsolatban párbeszéd, értelmes szó. Úgyhogy én arra vállalkoztam ebben a mai adásban, hogy bemutatom nektek a mozaik családok életét. Először is tegyük fel a kérdést, hogy mi is egyáltalán a mozaik család? Két olyan felnőtt ember életközössége, akiknek már előző kapcsolatukból származnak gyermekeik, akár mind a kettőnek, akár csak az egyiknek, tehát ha az egyik félnek vannak gyermekei, már az is mozaik családnak tekinthető. Hát senki se úgy házasodik először, hogy akkor úgy tervezi, hogy 15 év múlva majd akkor cserélek egyet, és majd mozaik család intézményét akarom. Ugye mi nekünk is a célunk alapvetően az, hogy ha már megtörtént, tehát nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ha már egyszer ebbe a helyzetbe kerül valaki, hogy megtörténik a különválás, akkor is lehetséges egy családformátumot létrehozni. Ma Magyarországon a házasságkötések, együttélések egy jelentős része válással végződik, ami sohasem jó dolog. A válás mindig trauma, a válás mindig krízis, de nem dokhatjuk a homokba a fejünket. Ha ezek az események, maga a válás megtörténik, akkor valamit tenni kell. És a kérdés pedig az, hogy hogyan tudjuk, és hogyan lehet túlélni, és hogyan lehet újra egy párkapcsolat irányába nyitottnak lenni egy válás után. Ez egy gyász, ez egy rossz dolog. De nem lehet a gyerekeket mindig borogba tartani, és az a kérdés, hogy mi ennél a rosszabb. Tehát sokkal rosszabb, ha együtt marad két felnőtt, úgyhogy mindenki boldogtalan, de családszat házasságban ott vagyunk, és a gyerekek miatt együtt maradunk, mint hogyha külön válnak, normálisan, szépen, és megpróbálja mindegyik a saját maga boldogságot megtalálni a gyereknek. Ez nem kérdés, hogy sokkal jobb. Én ezt mindig úgy szoktam szimbolikusan megjeleníteni a hozzánk eljövő pároknak, akik esetleg a váláson gondolkodnak és bizonytalanok és félnek a gyerektől, hogy gondolják úgy el ezt a helyzetet, mintha a gyerek tartaná a plafont fölöttük, és hogy a gyerek el fog fáradni egyszer, és le fogja engedni a karját, és ez a plafon rá fog omolni mindenkire, a gyerek pedig teljesen kimerül ebben. Tehát, hogyha ezt így végig gondolják a szülők is, és ők felelősségteljesen gondolkodnak a gyerekükkel szemben, akkor nem raknak rá akkora terhet, hogy ő tartsa az egész család fölött a plafont. Egy ilyen szituációban, akár egy válásnál, hogy azt mondják, hogy a gyereket megviseli a válás, ez mind attól függ, hogy a szülő hogy áll hozzá. Mert a szülő ezt túl dramatizálja, igen, hogy úristen, most akkor mi történt, és akkor hú, most felborult a világ, és jaj, mi lesz, akkor a gyerek ezt egyértelműen átveszi, igen. És ha azt a fajta magabiztosságot tapasztalja egy ilyen család alakulásakor, ami mondjuk nálunk megvolt, akkor nem alakul ki a gyerekbe ez a fajta félelem, hogy úristen, új család, meg új gyerekek is. A biztonságérzet az nagyon fontos. Amikor valaki túl van egy válláson, egy kapcsolat szétbomlásán, akkor egy új kapcsolat megindítása, megnyitása előtt félelmek gyötörhetik. De miért? És mitől is félünk valójában? Attól is félnek, hogyha megjelenik az új partner, akkor a gyerek elutasító lesz, és hogy akkor mi lesz. És ugye itt billen meg nagyon sokszor az a mérleg, és sok esetben ezért nem tud mozaik család kialakulni, és marad egy szülősként valaki a gyerekével, mert előtérbe helyezi azt, hogy a gyerekemet nem akarom megbántani, félek a gyerekem szeretetének az elvesztésétől, a gyerekem el fogja utasítani úgyis az új partnert, nem tudom felvállalni ezt a konfliktust, és inkább titokba tartom, félelem az egy ilyen illúzió, tehát hogy elképzelünk valamit, de nem attól félünk, hogy ez a valami lesz, hanem hogy mi mit fogunk arra reagálni, és hogyha erre megvan a stratégiánk, és tudjuk, hogy akkor is megy tovább minden, és ki lehet abból is majd hozni egy jó dolgot, akkor eltűnik a félelem, és valahol ide kéne eljutni, akár válás előtt, akár a mozaik család építésénél, hogy ezt a félelmet eltüntetni magunkból, és hogyha magunkból eltüntetjük, akkor a gyerek se fog félni, mert azt fogja érezni, hogy van két olyan szereplő, felnőtt szereplő az életébe, akik biztosak a dolgokba, akik határozottak, akik védelmet és biztonságot nyújtanak neki ezáltal, hogy ők maguk is határozottak. Ha túl vagyunk a saját félelmeinken, és ha túl vagyunk a különféle társadalmi előítéleteken, ellenérzéseken is, akkor azt gondolnánk már minden sinem van, de nem. A neheze csak ekkor kezdődik. Az első feladat az, hogy saját magunkba eldöntjük, hogy akkor nekünk ez a partner, ez a pár, ez valóban mit, ki is,
szabadidőpartner, vagy akkor már gondolkozunk egy család szerűségben, építésben, és ugyanezt megbeszéljük a partnerrel. Uh-huh. Tehát az első feladat a ketten minél többet beszélgetni arról, hogy ez te ki vagy, én mi vagyok. És akkor itt jön a egyik nagyon fontos veszőparipánk, a kommunikáció, hogy anélkül, és mint az egyik kötőanyag akár, hogy anélkül ez nem működik. Tehát, hogy itt olyan dolgokat fel kell tárni magunkból a másik felé, átbeszélni dolgokat. A társadalom a családot, csak ezt a klasszik családot fogadja el, vagy és akkor ezt a mozaik családos felállást, ezt nem igazán. És ezzel az a problémám, nekem legalábbis, hogy ezzel minket bántanak meg, a gyerekeket bántják meg, és ingatják meg abba a hitükbe, hogy igenis, ha itt vagyunk, és mi együtt vagyunk, hatan, mi egy család vagyunk, ezt senkinek nem lenne joga azt mondani, hogy ez csak egy csapat. A megfelelési kényszer, meg az egymás és a helyzetnek való megfelelés, ez a kulcskérdés ebben. Tehát az, hogy mennyire próbál az ember megfelelni a másiknak, mennyire próbál a helyzetnek megfelelni, és mennyire próbál kifelé megfelelni. Tehát ezeket a falakat kell ledönteni, hogy egymást elfogadni úgy, ahogy van, a helyzetet stabilan kezelni, és a külső pressziókat pedig elengedni, és tudni feldolgozni. A szabályok azok egy család működésénél sokkal inkább a gyerekek miatt fontosak, hiszen ezzel adunk nekik kereteket és biztonságot is. Ha intelligensen megbeszélte a két partner egymással, hogy akkor mi most egy pár leszünk, szülők leszünk, csináljuk együtt, akkor is biztos vagyok benne, hogy kimarad egy csomó olyan dolog, ami a hétköznapban előjön. Mik ezek? Az egyik fél is hozott már egy családi mintát, akár a saját gyerekkorából, akár az első házasságából, ahol volt ilyen, meg a másik is. Elkezdenek élni együtt. Hát mi ezt nem itt csináltuk, nálunk ez a szabály. Valami apró dolgokba, ne vicceljél már, mi sose eszünk reggelire nutellát. Nálunk viszont kötelező. Tehát előjönnek azok a feszültségpontok, ahol a gyerekek, a vér szerinti gyerekek mindig ránéznek a saját, de hát most mi van? Új rendszer van? Mindig bejön az a kérdés, hogy oké, de hát ennek a gyereknek van egy apja, csak nem ott él, van egy anyja, csak nem ott él, akkor most ezzel mi van? Miért akarod helyettesíteni az apját, anyját, miért akarsz belépni a helyére? És erre nekünk az a válaszunk, hogy se nem helyettesíteni akarjuk, se nem belépni nem akarunk a helyére, nem is akarunk elvenni az ő szerepéből semmit, és csorbítani se akarjuk az ő szerepét, hanem ez két olyan szerep lesz innentől, amikor egy gyereknek külön élnek a szülei, és a külön élő szülők mellett megjelennek a párok, amelyek kiegészítik egymást, és teljesen jól meg tudnak férni egymás mellett, hogyha megfelelő kommunikáció van a két család fél között. A mozaik készítése az egy művészet. És hogyha ebből indulunk ki, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a mozaik család építése is művészetnek számít. És mint hogy minden művészethez ehhez is különféle dolgok, képességek kellenek. Kell valamiféle szaktudás, ismeret arról, hogy hogyan is fogjunk neki. Kell hozzá a szív, a szeretet, de kell hozzá rugalmasság és tudatosság is. A gyerek akkor tud valóban rugalmas lenni ebben a rendszerben, hogy két otthona van akár, és négy szülőszerepben lévő valakije, ahogy fogalmaztál, hogyha ez a négy szülőszerepben lévő embernek is teljesen oké. Tehát, hogy ők úgy magukban is rendben vannak, a szülőszerepükkel is rendben vannak, azzal is rendben vannak, hogy nem tölt mindig ott minden napot velük a gyerek, elfogadták ezt a rendszert, és ők is alkalmazkodnak ehhez, akkor a gyerekben fel sem merül az, hogy most ezen változtassunk, vagy hogy ez valakinek rossz lehet. A gyerekeknek a szeretete, vagy egyáltalán aki ezt tartjuk, nem olyan, mint egy torta, hogyha szeretem anyámat, szeretem apámat, akkor maradt már csak ennyi, és ezen osztozhattok ti maradékok. Sokan szokták azt mondani, hogy én nem, főleg válás előtti helyzetekben, amikor eljön hozzánk egy pár, hogy én nem tudom elképzelni, hogy majd a férjemnek, feleségemnek új párja lesz, és akkor majd ő játszik a gyerekemmel, tanul a gyerekemmel, megsimogatja a fejét, úristen, és hogy ilyenkor itt a szeretethez kapcsolódóan mindig visszakérdezünk, de hát szereti a gyerekedet a tanárnénie, szereti a gyerekedet a szomszédnéni, az eladó lányaboltba, tehát hogy ő egy plusz ember lesz, aki szereti a gyerekedet. Gondoljunk bele, mozaik, mi egy mozaik, elképzelünk egy gyönyörű művészeti alkotást, de mégis, hogyha részébe belemegyünk, ez sok kis, pici kis darabból áll össze. Egyrészt mennyi idő kell hozzá, ezek kulcsfogalmak a mozaik család működéséhez, mennyi idő kell hozzá, hogy összerakjunk valami egészet. Másrészt pedig
van egy kis töltőanyag, egy kötőanyag, amit mindig látunk, de csak akkor a közelről nézzük meg, és ez is kulcs lesz, hogy mik is ezek a kötőanyagok, amik minket összetartanak, és a végeredmény viszont, hogyha nagyon türelmesek vagyunk, és nagyon sok időt szánunk rá, akkor valami zseniális. Most, hogy ennyi sok értékes gondolattal gazdagodtunk a mozaik családok életét illetően, nyugodtan elmondhatjuk, hogy hogyan senki sem készül arra, hogy mozaik családban éljen, nem így kezdjük az életünket, nem szoktunk ilyet az óvodában játszani, de az élet nagyon gyakran másképp alakul. Ilyenkor pedig sokan a saját kardjukba dőlnek, önmagukat vagy a másikat hibáztatják, ahelyett, hogy maguknak is, a másiknak is és a gyermekeiknek is lehetőséget adnának arra, hogy teljes életet éljenek. A mozaik család az egy realitás. Egyre több ember él, felnőtt is és gyermek is mozaik családban, és velük is foglalkozni kell. Az ő életükkel is meg kell ismerkednünk. Ennek az adásnak mindenképpen van egyetlen egy jó híre azok számára, akik vagy előtte állnak ennek a feladatnak, vagy már benne vannak, hogy lehet jól csinálni. Hogy lehet jól csinálni a mozaik családot, és hogyha valakinek pedig segítségre van szüksége, vagy úgy érzi, hogy többet kell még tudnia ahhoz, hogy és tapasztalni ahhoz, hogy a saját mozaik családját jobban tudja egyben tartani, akkor vannak olyan szakemberek, akik ebben a segítségükre lehetnek. Most kérlek, nézd belém, úgy tűnik, mint a lény, tartalak már pedig az erőt, te adod el, fehér angyalok, estékbe ép a család. Sajt. 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 Sajt.